Az első ilyen jel az volt, hogy a vidékstratégia nemzeti konzultációjának az elindítását nem sikerült miniszterelnök úrral megvalósítani, nem sikerült valahogy időpontot találni erre. Tehát úgy kellett elindítsuk az erről folyó nemzeti konzultációt, hogy a miniszterelnök úr nem jött el. Ez gyanús volt egyelőre csak. Azután a 2011 nyara már komolyabb kételyeket vetett föl. A földbérleti szerződések, a földbérleti pályázatok ügye, az azzal kapcsolatos előterjesztés azt mutatta, hogy itt valami egészen más történik. Innentől már elkezdtem belülről csatározni, harcolni. Kifelé nem látványosan, hogy ne ez történjen. Világos volt, hogy itt nagy tőke érdekeltségek akarnak a földhöz hozzájutni, az állami földhöz is, és aztán később majd a törvénynél látjuk a magánforgalmú földekhez is. Bizonyos korlátozásokat sikerült ebben elérni, de végül is késő ősszel, 2011 őszén kiderült, hogy nem sikerül ezen jelentősen változtatni. Megvártam, amíg az első földbérleti pályázati eredmények megszületnek. Tudható volt, hogy nem a helyi családokhoz fog kerülni a föld, már a pályáztatás alapján is. És így léptem ki a kormányból, ajánlottam fel a lemondásomat 2012. januárjában. Februárban kiléptem, azzal a reménységgel, hogy a frakciót, a politikai hátországot fordítani tudom. Tehát azt reméltem, hogy ha belülről elmagyarázom, hogy mi zajlik körülöttünk, akkor fordítható ez a szekér. Ez volt a legfőbb szándékom. Minden információt, ami rendelkezésemre állt, az összes elemzést, a földbérleti pályázatok anyagait, az előkészített anyagok elemzését, mindent megküldtem mindenkinek a frakcióban. Nem információhiány az, ami miatt nem fordult meg ez a szekér. Ezt nyugodtan mondhatom, a frakció felsőháza, a kormányzat minden fontos szereplője tudott pontosan mindenről, amik bennem kételyeket vetettek föl. És végül a földtörvény, a földforgalmi törvény, amit én magam és magamnak is egyfajta vízválasztónak szántam, amelyben a retorikával szemben nincs felső korlátja a birtokméretnek, szeretném nagyon határozottan mondani, miért nincs. Azért nincs, mert bár 1200, illetve 1800 hektárban formálisan a törvény limitálja az egy kézben tartható birtokot, de a családi összeszámítás kimaradt, és látom a földbérleteknél is, hogy nagypapa, nagymama, papamama, gyerekek, mindenki földműves lesz.